Szia mindenkinek, ez a hatodik leckém. Hát, mi lássuk? Mit lássuk? Hát ebben a leckében lássuk a nevelőket, a neveket nemei, a neveket az egyes és a többes számon, a neveket a termése és két feladatot. Ezek a nevelők. Olaszul két hímnemű nevelőink van, Il és Ló. Ilt majdnem mindenhol használjuk. Lót viszont használják, amikor egy hímnemű név egy magánhangszóval kezdődik, például lovó, a tojás, vagy két mással hangszóval, például a struc, lo struzzo. Egy jelent uno, hímnemű, és una, nőnemű. Majd. A nevek és a többes szám. Hát, emlékszeljed, hogy ez csak az, ami általános megesik, de nem mindig így van. Hát, majdnem sose. De, amikor az O-val befejez, a többes számon I van, és ez hímnemű. Amikor az A-val befejez, a többes számon E van, és ez nőnemű. Amikor egy név az E-vel befejez, normálisan a többes számon I van, és normálisan hímnemű. De nem mindig. Oksa. Hát, majd van néhány név az ő-görögből, ami émával befejez. És ezek hímnemük, és a többes számon így van. Hát, éma, émi. Baj? Probléma? Problémi. Tantétel? Teoréma? Teorémi. Dolgozat vagy téma? Téma? Témi. Oké, és majd. A többes szám második rész. Hát, amikor egy név szkóval vagy szkával befejez, van, változik ski, ske. Amikor go, ga van, gi, ge, a többes szám van. Ko, ka, ki, ke. Cho, jo, chi, je. Amikor cha van, hát, ha a c előtt van egy mással hangszó, che, az i nélkül. Amikor a c előtt van egy magánhangszó, például kamicsa, i, kamicse, majd a pocak, páncsa, páncse. Van az i, de a kiejtés mindig az ugyanaz, mert én mondok kamicse, not, nem kamicsie. Az nem jó, az nem helyes. Majd az ugyanaz, gyanok, hát gye, az i nélkül, hogy a g előtt van egy mással hangszó, hát eső, pioggia, piogge, gie, de mindig gie mondod, amikor a g előtt van egy magánhangszó, hát bőrönd, valigia, valigie. És figyelitek a kiejtést. Hát, ez itt van. Ski, gi, ki, si, gi, csi. Oksa? Hát, majd. A névelők és névek és nevek. Hát, amikor a ló és la után van egy magánhangszó, mondjuk írunk el és egy apostrof. Hát, például lo-uovo, luovo, mert így könnyen mondjuk. La arma, a fegyver. Larma, nem la arma, az túl nehéz. Majd, uno és magánhangszó, és ez magánhangszó, változik un, oké, okay. Hát uno, uovo, un uovo. Uno és egy magánhangszó, un és apostrof, de nagyon figyelitek, mert ez, mert írni az una,
az apostrof nélkül, hát un arma az apostrof nélkül, az egy nagyon-nagyon rossz hibás, okés? Majd. Hát néhány szó. Almela, pera, banana, anguria, melone, il melone, uva, lo vagy la ananas, bár így mindig mondjuk, hogy l'ananas, arancia, mandarino, il kiwi, il caco, il melograno, il limone, la fragola, la pesca, l'albicocca. Okés? Okay. És op, bocsi. Hát, hol a többes szám? Hát, ti azt csináljatok, majd fogom kiavítani. Csak figyeljétek, hogy ananasz és kiwi nem olasz szavak, tehát így maradnak, és csak a névelő változik. Majd aki akar, ragozhat is ezeket az ígéket a jelen időben, a posztató prossimoba és az imperfettőba. Guardare, nézni, uscire, kimenni, chiudere, becsukni, cucinare, főzni, leggere, olvasni, aprire, nyitni. Befejezett melleknévi igenevek, guard... Hát, a befejezett melleknévi igenevek guardarenek, cucinarenek és uscirenek normális. Hát, nem rendhagyó. Hát van a szótő és tó. Hát, guardato, cucinato, uscito. Majd, pedig chiudere változik chiuso, mert az a latinból. Claudo, claudis, clausi, clausum, claudere. Leggere, változik letto, lego legis, lexi, lectum, leggere, hát van egy teljes sonulás. Aprire, aperto, hát aperio, aperis, aperui, apertum, aperire. Oksa. Majd, most elég. Azt gondolom, hogy ez a lecké elég unalmas vagy nehéz volt, de így az olasz nyelv, és remélem, hogy nem fogjátok azt utálni. Üdvözöllek! Szia!